Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb Verne Gyula kötetet, méghozzá a Rejtelmes sziget első kötetét. Ez egy igen vaskos könyv, és most ilyen, hát ilyen lájtos kötésben vettem meg. Így még nem is nagyon vettem, kivéve ugye a nagy Marvel képregény gyűjteményt. De ez így fura volt, de nem rossz. És ugye a hátulján is oda van írva, hogy mi lesz a következő szám, azt már meg is fogom mutatni. Sőt, még nem fogom megmutatni, majd azt a végén az meglepetés lesz. Na, és akkor nézzük is meg. Ugye ilyen a borítója, szerintem nagyon jól néz ki. Igen, tetszik, elefántok vannak, benszülöttek, minden. Van Rejtelmes sziget, Verne Gyula, és itt van az első kötet. Itt van a... Na. Fókusz. November 6-án jelent meg, ugye ez az első kötet, és ez a hetedik. Number 7. Ja. És hát ugye vannak azért képek is. De jó kis olvasmány. Ezt majd ugye kicsit később fogom tudni elolvasni, mert még azért eléggé úgymond el vagyok tolódva az olvasással, mert nem csak ezeket olvasom, hanem minden mást, amit bemutatok, olvasmányokat, az meg azért egy kicsit sok, ugye? De ez jó vaskos könyv, úgyhogy lesz idő olvasgatni. Jó hosszú címekkel. Á, itt van egy kép. Van több is, ahogy látjátok így a színekből, de most csak így. És itt van a tartalomjegyzék, és itt van a hátsó borítója. És akkor most nézzük is meg, ami ugye a hátsó borítóképen volt, hogy mégis mi szerepel. Íme, ez az ötödik szám, a Rejtelmes sziget első kötete, és a gyűjtemény következő számában a Rejtelmes sziget második kötete lesz. Azaz a folytatása, és ott van, hogy mennyi az ára, és hogy itt mindenféle fontos dolgot leírnak. És itt a vevőszolgálat is, amin ugye akár meg is lehet rendelni ezt a sorozatot. De nagyon szeretem. Úgyhogy végig folytatom az egészet. Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!